Napi vlogot kér a nép. Hát napi vlogot adunk nekik. Ezúton szeretném megköszönni ezt a sok-sok üzenetet, amit minden nap küldtök nekem. El nem tudom képzelni, hogy nem unjátok a fejemet még. Gyors beköszönés és fodrászkodás után el kellett mennem a pékségbe, mert nem tudtam kenyeret sütni, eltörött a tálam. Úgyhogy nagyon remélem, hogy amikor a Memaxba ajánlottam nektek a sütőtálat, nem rohantatok el megvenni, mert el kell menjek én is. Otthonról dolgozós napot terveztem, és nagyon rendbe kéne szednem a kezemet is. Úgyhogy ebben a videóban unboxing, shoppingolás, körmözés, dolgozás, szűrővizsgálatra mászkálás, szóval mindenféle lesz. Az előző videóban láthattátok ennek az automata itatónak az etetőpárját. Na de ne rohanjunk ennyire előre, essünk túl a kötelező dolgokon. Nem tehet el hazaérkezés szeretgetés nélkül. Jó kutya gazdi módjára. Mit csinálsz ott kint a fára? Jó. Nagyon kell örülni anyának. Nagyon kell örülni. Aj, jó van már. Van egy szereti anya. Ti vagy te szereti anukája? A szép ruhámat levettem, mert most bizony leharcolás következik. Mielőtt belekezdek a dolgaimba, gyorsan lecsekkolom, hogy az Insta csoportomban mi lett a szavazás végeredménye a körmömmel kapcsolatban. Hát mindenképp valahol a rózsaszín és nút között kell lennie. A tőlem szokásos hanyagmódon csinálok egy kis reggelit, nem viszem túlzásba. A limonádémat mindig megcsinálom előre egy nagyobb mennyiséget, mert bizony el szoktam felejteni inni. A mai home office-nak elegettével ellenőrzöm az e-maileket, megválaszolom, megtervezem a projektjeimet. Ezeket mindig kézzel szeretem leírni, ilyen régi módi hagyományos módon. Persze így kétszer dolgozom, mert utána be kell írnom majd a naptáramba az eseményeket, de nem baj, így legalább memorizálom. Na most derül ki, hogy miért kell megcsinálnom SOS a körmömet, mert abszolút nem tudok sem írni, sem szerkeszteni vele. És megmondom őszintén, hogy mindig magamnak csinálom a körmömet, mert annyira allergiás vagyok mindenre, hogy ez a legbiztonságosabb módszer. Ha nem is lesz annyira profi a végeredmény, mint másoknál, másoknál nagyon szoktam irigykedni, amikor a csillivilli körmüket látom, legalább nem leszek kiütéses, nem fogok éjszaka arra kelni, hogy viszket a kezem, nem lesz hol. És valahol ki is kapcsol ez a másfél-két óra. Na most jött a kellemes része a napnak. Minden idők legcukibb csomagját fogjuk kibontani, melynek kedves üzenete a következő. Kedves Ada és Kitty, fogadjátok sok szeretettel ezt a kis rózi csomagot, amely tartalmazza a teljes Dusty Rose szettünket. Reméljük, hogy ezek a puha termékek a mindennapi étok részévé válnak. Le rózi csapat. Olyannyira pihe puhák a kézzel készült kis neszeszerek és a laptoptáska, hogy akár még aludnék is velük. Végre lett egy tökéletes méretű hajneszeszerem, amiben a teljes Dyson szettem belefér, vége láthatatlanságig pakolhatnék bele. Ezeknél a kézzel készített termékeknél mindig az az érzésem, hogy kézzelfogható a bennük rejlő szeretet. Kittinek lett egy névre szóló MacBook táskája, a nagyon kellemes serpa és pamut anyagból, imádnivalóan cuki, virágos belsővel. Ez a teddy anyag egyértelműen az idei ősz kedvence, szívből köszönjük a Le Rózi csapatának ezt a nagyon kedves ajándékcsomagot. Imádom termékek lettek. Ezután a cuki kis csomagbontás után egy kevésbé cuki program következik. Úgyhogy ha látod ezt a videót, ez a jel arra, hogy jelentkezz be a szokásos mammográfia szűrésre. Nem olyan régen volt a Merák világnapja, úgyhogy ha megengeditek nekem ezt a kis edukatív snittet. Prevenciós jelleggel ajánlom figyelmetekbe ezt a kis felhívást. A szokásos is bohóckodásunk után jöjjön egy kis shopping. A suli vége előtt maradt még egy kis időnk, úgyhogy beugrottunk Rolival a Butlersbe körülnézni. Ne húzzuk az időt, csapjunk bele a közepébe. Teljes karácsonyi lázban ég az egészen ruház. Nem, még mindig nem vettem karácsonyi dolgokat, de azért levideóztam nektek. És persze Kittinek. De Kittinek nem szabad jönni. A jelenlegi küldetésem az volt, hogy lecseréljem az asztalon az alátéteket, és mikor hazajöttem, nagyon mérges voltam magamra, mert képzeljétek el, hogy véletlenül egy darabbal kevesebbet vettem, és nem járok mostanában a környéken. Persze megcsodáltam mindenféle lakberendezési kincseket, amik mentek a ruhámhoz. Igen, Ada, ezek olyanok, mint a begóniák, csak úgy beülteted őket az ablakba, ne is foglalkozz vele. Mindig mindenhol megcsodálom az aranyevő eszközöket, és sosem veszek egyet sem. Ezt a cuki kis tárolót megvettem a fürdőbombáknak, és itt látható az ominózus alátét, gyöngyökből van fűzve, és egyel kevesebb van a készletben, legalábbis nálam. Olyan kis vékony csűrű olajkiöntő kannát kerestem az étolajhoz a konyhába, de nem találtam. Miután jól kinézelődtem magam, elindultunk hazafelé, felvettük a gyerekeket, és folytatjuk otthon a csomagbontást. Vannak nálunk csomagbontó kisiparosok, akiknek az a hobbija, hogy kibonthatnak egy csomagot. Ők nálunk az unboxing asszisztens szerepét töltik be. Tetszik. Ebből fog finni a csém. Igen, abból is szólt. A csapatunk technikai háttere installálta az ivókutat. Jaj, nem bírom ki röhögés nélkül ezeket a pozíció meghatározásokat. Ügyes vagy, ügyes. Olyan szinten zsúfoltam túl az automatizálás a Pixi helyét, hogy át kell majd rendezem, de azt hiszem, hogy vannak olyan dolgok, amit szívesen megtesz helyettem is, szóval, hogyha kérdeznétek, hogy itt családon belül nálunk mi az erőssége Pixinek, a fő profilja a lakberendezés. Profikat megszégyenítő módon helyezel random tárgyakat a padlón, és ahogy ígértem, nézzük Kitty, hogy örül ezeknek a pihe, puha csodáknak. Ez nagyon szép. Jaj, erő. Nagyon tetszik.